Tovább nő a bérszakadék az országban, mutatják a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb 2020 utolsó negyedévére vonatkozó adatai. A legmagasabb, átlagosan mintegy 334 ezer forintos nettó fizetések továbbra is a fővárosban, míg a legalacsonyabb, átlagosan kevesebb, mint 185 ezer forintos bérek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak. A különbség kereken 150 ezer forint a kettő között. Az ország legkeleti megyéjében továbbra is annyit lehet keresni, mint lehetett Budapesten még 2011-ben, írja az m4.hu a számok alapján. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenhol ilyen rossz a helyzet, a térségünkben működő multinacionális vállalatok például valamelyest javítanak a statisztikán. A Michelinnél mi azt tartjuk szem előtt, hogy akkor lehetünk sikeresek, hogyha az embereink sikeresek, hogyha az emberek jó részét magukat nálunk, hogyha megtalálják a számításukat, nyilvánvalóan tehetséges emberekből lesz tehetséges vállalat. És amikor az emberek bevonzásáról, megtartásáról, motivációról beszélünk, akkor ezt nyilván nem lehet úgy tenni, hogy nem veszünk figyelembe az országos folyamatokat. Bérpiaci, munkapiaci folyamatokat. A Michelinnél évek óta a bérszínvonalunkat nem a régiós, hanem az országos bérszínvonalhoz hasonlítjuk, és minden bérfejlesztés, amit végzünk, az országos bérpiaci folyamatok alapján történik. Mint az igazgató elmondta, a munkavállalókat különféle juttatásokkal is próbálják motiválni, hogy náluk helyezkedjenek el és tartósan náluk is maradjanak. Az anyagi jellegűek közé a fizetés mellett például a műszakpótlékokat, az iskolakezdési támogatást és a lakásvásárlási kölcsönt sorolta. Vannak ugyanakkor más eszközök is, amelyek szintén az előbb említett célokat szolgálják. Ilyen nálunk például az, hogy mekkora energiát és pénzt fektetünk a munkahelyeknek a biztonságában, munkabiztonságban, vagy az ergonómiában, vagy a munkakörülmények általános javításában, vagy az, hogy milyen mértékben digitalizáljuk a munkaposztokat. Nálunk például a legtöbb fizikai dolgozónak is van vállalati okostelefonja, de minden szellemi dolgozónak van vállalati okostelefonja. Fontos az, hogy mennyi energiát fektetünk az emberek képzésében, akár szakmai képzésben, akár nyelvi képzésben, az, hogy milyen karrier lehetőséget biztosítunk akár a gyáron belül, akár az országon belül, akár az országhatárokon keresztül például. De nagyon fontos az, hogy milyen a vezetők és a csapatokban dolgozó embereknek a viszonya, mennyi energiát fektetünk a vezető képzésébe, vagy mennyi időt adunk arra, hogy a csapatok a saját működésükön tudjanak dolgozni. A tapasztalatok alapján egyébként a megfelelő fizetés mellett a kiszámítható karrierút, a biztonságos munkakörülmények, a rugalmas munkaidő és az otthoni munkavégzés lehetősége a legfontosabb a munkavállalók számára.